Szombaton kora reggeltől zajlott a munka a Bonyhád Börzsönyi harangláb körül. A felújított épületet idén júniusban adták át, most pedig a Bonyhád Börzsönyért Egyesület parkosítási programot szervezett. Amikor megépült a harangláb, akkor meleg nyár volt, és nem tudtunk ilyen csinálni, és úgy határoztunk, hogy ősszel, hogy tavaszra akkor már legyen szép fű, és legyenek fák, bokrok körülötte. 20 darab tuját, 9 kúszó tuját és 10 darab törzses rózsát ültetnek első körben az egybegyűlt önkéntesek. Filóné Ferenc Ibolya, Bonyhád polgármestere levendula palántákkal és a füvesítéshez szükséges fűmaggal járult hozzá munkája mellett a harangláb körüli terület rendbetételéhez. Újra bebizonyosodott, hogy egy jó célért tényleg érdemes összefogni, és van is kivel. Sokszor halljuk azt, hogy az embereket nem érdekli semmi, és magukba fordulva csak a saját problémáikkal foglalkoznak. Én azt vallom, hogy csak meg kell mutatni azt az irányt, amiért tényleg érdemes összefogni, és akkor arra van jó példa, mint ez a mai összefogás is. Szombaton a füvesítés és virágok, dísznövények ültetése késő délutánig tartott. A parkosítás ezzel nem ért véget, a Bonyhád Börzsönyért Egyesület a jövőben is várja az önkéntes segítőket.